Na srácok, ezt a videót egyből az előző videó után veszem fel, szóval még nem láttam a kommentjeiteket, még nem láttam a visszajelzéseket, de merem remélni, hogy jók, mert én most még élvezem ezt a játékot, szóval most szeretném folytatni. És a Hunter Simulator, amúgy van egy olyan érzésem, hogy simulator, szerintem ezt így kell írni, nagyon remélem, hogy nem vagyok hülye. Kivonására került, igen, ebből 18.500 darabot adtunk, és 130.000 dolcs is bevétel. Na srácok, nem tudom, hogy tudok-e esetleg mit szeretnék kutatni, nem tudok új dolgokat. Nézzük meg, hogy játékmotort tudnék-e valami normálisat csinálni. Aha, oké, egyedi játékmotort most szépen kutatjuk 50 pontért. Hogyha ezt kikutatom, akkor tudok most majd új játékmotort csinálni elvileg, ha minden igaz. Így is van, most már tudok játékmotort fejleszteni. Nézzük, hogy... aha. Igen. Grafika, lineáris történet, játékmentés. Hű, 90.000 dollárba kerülne, és igen, 90.000 dollárba kerülne egy új játékmotort csinálni, viszont én szerintem megcsinálom. És ez lesz, srácok, a PGT Engine. A PGT Engine elkészül, és itt van, hogy 55 darab... tucot kell most így szépen kigyűjteni a karakterünknek, és meg lesz az első játékmotorunk. Ez olyan, mint a... hogy mondjam... tudjátok, hogy vannak a játékoknál ilyen engine-ek. Most ezt nem fog nektek tudni példát mondani, mert róla csak engine van. De vannak engine-ek is. És ja, most egy ilyet csinálunk, egy sajátot. Na. Én is aztán ezt nagyon jól el tudom megmagyarázni, igen. A játékok általában egy engine-re alapulnak, ez a lényeg. Meg is vagyunk, szépen a PGT Engine elkészült, királyság. Rendben. És akkor mostantól, hogyha egy új játékot akarok csinálni, akkor most már tudom ezzel az engine-nel csinálni. Na, keresünk nektek egy, vagy keresek egy megbízást, amit meg tudnék csinálni. Néhány karakter tevő, karakter design. Aha. Ezt szerintetek, ezt megbírom csinálni talán. Büntetés, igen. Hát mondjuk annyira nagyot még lehet, hogy nem tudnék megcsinálni. Egy ilyennel kezdjünk, jó? Egy ilyet megpróbálom megcsinálni. Itt az a lényeg, hogy elfogadom, úgymond, és ezeket ki kell gyűjtenem így ennyi idő alatt. Hogyha nem, akkor pedig büntetést kapok. Léci, gyorsan. Ne már. Na, nincs meg. Istenem. És most ilyenkor 6000-et levont tőlem. Édes Istenem, látom, hogy nem sikerült az időt, légy óvatos, igen. Ne aggódj, miatt a szokásom a harag tartása, ha meg akarod próbálni, újra csak szólj. Édes Istenem, ezt nagyon elrontottam. Még nem állunk szerintem készen egy ilyen nagy... aha, ezek nagyon nagyok. Jó srácok, akkor az ilyen szerződéseket még egyenlőre szerintem hanyagoljuk. És akkor inkább csinálunk egy új játékot az új motorunkkal. Ami nem más lesz, mint... csináljuk meg, mondjuk... ez legyen egy tánc. És legyen egy tánc... egy tánc, hát természetesen nem tánc stratégia lesz, mert ez eléggé hülyén néz neki. Legyen egy tánc szimuláció, hát ebből szerintem csak szimulációt lehetne csinálni, szóval egy tánc szimulátor lesz, és az aztán, hogy dance, dance now, nem, ez rossz, dance, dance please, ez lesz a neve, táncolj kérlek. És megcsináljuk az új izére, megcsináljuk tesse srácok. Jaj, 80.000-be kerül a licenc, megvesszük, nem érdekel. Teljes játékmotor, PGT Engine, következő. 3D vagy 2D-s grafika. Nagyszerű, úristen, és minden pénzem elment rá. Istenem, és mínuszba is lettünk, királyság. Nagyon ügyes vagyok, jó. Lineáris történet, jó. Befektetünk mindenbe, srácok. Mínuszba kell sajnos most mennünk, hogyha... igen, bankliányjelenleg a dörzsön. Engedély ezt a tűzs... jó, rendben. Muszáj lesz ez a dance szimulátorral nagyot kasszálnunk, különben sajnos csődbe megy a mi kis garázs cégünk. Szóval ezzel most nagyon-nagyon fel kéne fejlődni, srácok. Tökéletes így. Gyerünk, léci. Nemrég felmérések szerint egyre vezetősebb játék... vezetősebb játékosokra egyre részletesebb játékokat például nyitja meg. Néhány platform a fiatalabb játékosok körében lehet népszerűbb. Miközben egyre több fejlesztő lép be a piacra, azt várjuk, hogy a fejlesztők a játékaikkal bizonyos korcsoportokra koncentrálnak nagyobb hatás érdekében.
annyi a lényeg, hogy el lehet mostantól, vagy ki lehet majd mindjárt kikutatom, el lehet dönteni, hogy fiataloknak, vagy középkorúaknak, vagy felnőtteknek akartok játékot csinálni. Én általában hogy mindig fiataloknak szoktam, szóval most ez általában játékokkal legtöbbször fiatalok játszanak, és ez szerintem logikus is szerintem. Tehát hatalmas sikerét követően szóbeszédek kellettek arról, hogy a Vena egy másik japán vállalat saját otthoni játékkiadást tervezi. Ez azt jelenti, hogy lesz majd valószínűleg még egy játékkonzol tesen kívül. Na és nagyon-nagyon sok szintlépés, ahogy látjuk. Király játékkiadása. És vannak új kutatások és játékoktatások és monohangzás. Ezeket is majd ki kéne kutatni, csak egyelőre nincsen pénzünk. Az itt a probléma. Megérkeztek az első eredmények, léci. Oj, ez rossz lesz. Hát 6-os. Léci, magasat. Magasat, 7-est. Hát 6-os. Magasat. Jó, ez egy 7-es. Nem, ez egy 6-os. Utolsó, nagy. 7-es, ez 7-es lesz. Nem a legjobb, ez még mindig nem a legjobb, de még mindig, mindig nem rossz. Na, nem tudok beszélni. Na, el is kezdtük szépen eladni őket, és az első héten már 6000 eladás volt, hogyha jól láttam, és már pluszba is vagyunk. És ennek örömére én instant megpróbálok csinálni szerintem. Csináljunk egy megbízást, srácok, lehet, hogy van valami jó megbízás. Jó, ezt megpróbáljuk. Léci, léci, léci. Léci, gyerünk, 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 csináld meg, kell a pénz. Jó, ez meg lesz. A mai nap Venom megerősítette a pletykákat, igen. És a Master V, Master 5, nem tudom, hogy ez 5 vagy V. Tényleg szerint a Master 5, amely technikai fejlettem nagyon sikeres volt. Hát, az elkötelező hónapban volt, hát fog megjelenni. Szóval jön egy új ízé, egy új platformos cucc. Na, megcsináltuk a szerződést, 20k-t kapunk szépen a számlánkra, nagyon király! Azt mondom, hogy vagy kutatok, azokat most erre nem nagyon van pénzünk. Aha, inkább játékot kéne csinálnom, jó. Csináljunk még egy játékot, ami nem más lesz, mint... Jó, csináljunk, először kutassunk ki egy új témát. Én azt mondom, kutatás, új téma, és kutassunk ki egy romantikus témát. Remélem, hogy... ennyi? Mit szerintem kutatni romantikus kutatás, jó? Remélem, hogy ez be fog válni, és egy romantikus játékot el tudunk úgy adni, hogy kicsikét visszahozza azért a pénzt, mert most nagyon izé, nagyon lementünk az agon, tehát volt vagy 180 ezerünk most meg azért. Jó, mondjuk csináltunk egy játékmotort, ami nem volt olcsó. Na, ki van fejlesztve a romantikus témakör, és akkor egy új romantikus, egy romantikus szerepjáték játékot fogunk csinálni. Méghozzá... megnézzük tesen, hogy milyen ez is. És PGT Engine-t fogunk... Ó, ne, nem neveztem el, jó, még átbírom nevezni. És ez lesz a... Romantic... itt ennyi lesz Romantic, nem tudok ezeknek nagyon mit találni, srácok. Majd írtok szépen játékneveket, és majd úgy fogjuk majd elnevezni őket. Majd ezután szerintem már lehet, hogy több részt ma már nem fog felvenni, és majd megnézegetjük, hogy miket írogattatok. És megnézegetem, na, nem beszélek többes számba. Ez nagyon nem fontos, és így szépen. Kifejlesztük a Romantic játékunkat. A Dance Please kívánása, igen, 21 ezer eladás és 145 ezeres bevétel, az nem annyira rossz. Nem annyira rossz végül is, ez eléggé jól kezdődik amúgy a Romantic nevű játékunk. Párbeszédek fontosak, a pályadizájn közepesen, ez pedig nagyon nem, ahogy látom. Nagyszerű, folytassuk szépen a fejlesztésünket. Hát remélem, hogy ezzel, igen, ezzel szerintem fogunk valami rekordot dönteni a kivitelezésbe valószínűleg. Jó, jó, oké. Gyerünk gyorsan, siessünk, adjuk ki, mert csődbe megyünk, 15 ezer pénzünk van. Nem akarok csődbe menni. Jó, a hibákat izé. És kiadták a Master 5 vagy Master V, nem tudom, platformot. Gyerünk, jó, oké, meg vagyunk a hibákkal, szépen be is fejeztük. Új rekord a izé kivitelezésnél és egy csomó szintlépés, nagyszerű. Szépen akkor ki is dobjuk mindjárt piacra elvileg a játékunkat, közben csinálok egy játékjelentést. Nagyszerű, az első értékelések megérkeztek, gyerünk. Hoppá, ez nagy lesz. Ez nagy lesz. 9, oké. Ez egy 8-as. Igen. Nagyot léci. Ez is egy 8, nem, ez egy 7-es. Hű, basszus.
Jó, ez egy 9, nem ez egy 8. Jó, jó, ez sokkal jobb, mint a előző, meg az az előtti, meg az az előtti. Szóval, ja, ez annyira nem rossz. Ó, és már az első héten 12 ezer eladás. Ez szép. Nemrég kiadott játék konzola Master V, vagy 5, a Vénától teljesen felforgatta a piacot, az egész világon az ipari szakértői szerint a konzol nem kap túl jól marketinget Észak-Amerikában, de a világ többi részén nagyszerű eladásokat fog elérni. Hoppá, akkor ez is egy eléggé felkapott konzol lesz, ahogy látom. És a romantikus szerepjáték, igen, ezeket kikutattuk, királyság. És ez jó, ez király, mindjárt érjük a 200 ezer dollárt, sőt, már egy el is értük. Nagyszerű. Akkor most én szépen elkezdek kutatni. Kikutatom elsősorban a célközönséget, fogom kikutatni. Ezért fontos. Soha ne fejjetek amúgy ebbe a játékba költeni a pénzt, srácok. Mert mindig megéri a fejlesztésekre menni, mert egy idő után úgyis ki kell majd fejlesztened. Kutatás, jó, kikutatjuk a játékoktatásokat. Most szépen most elköltjük a pénzt az összes kutatásra. Tudjunk fejlődni szépen. Király, mindjárt szépen ki is kutatjuk. Közben már 44 ezer eladása, azért ez szép. Romantik, igen, 44 ezer darabot adtunk és 307 ezer dollár bevétel. Szép munka, királyság. Király srácok, na. Kutatás befejezve, igen, játékoktatás is ki lett kutatva. És kikutatok egy új témát is, én azt mondom. És lesz egy... mi legyen? Jó, most szerintem nem, vagy de, kutassak ki új témát. Katakomba, hát én ilyenbe biztos nem fogok. Akkor legyen egy skifi. Skifi. Kutatás, jó, ezt is gyors, szépen kikutatjuk, és így el is fogynak a kutatási pontjaink. És ezután csinálok még egy játékot, vagy lehet, hogy előbb egy szerződési munkát, nem? Inkább most csinálok egy játékot, mert most van pénzünk, most nem kell izé. Egy játékot gyors szépen csinálunk. Nemrég készített, igen, G60, lassan elveszti a piaci részesedést a kívó PC elleni szektorban. Akkor a PC úgy tűnik, hogy igen, a skifi ki lett izélve, akkor a PC úgy tűnik, hogy kezd feljönni. Új játék, és itt már ki is tudjuk választani, hogy fiataloknak, mindenkinek, vagy felnőtteknek szeretnénk ezt a játékot csinálni. Hát, elsősorban én most egy akkor skifi játékot csinálunk, miközben egy skifi akciójátékot, kiderül, hogy ez mennyire válik be, és mindenkinek tervezem ezt a játékot, és ez mondjuk legyen az, hogy mi legyen a játék neve? Mi legyen a játék neve? Ebben mindig rossz voltam. Legyen az, hogy nem tudok írni se. Skifi akción. Tökéletes. Na, a TES most a legnagyobb. Master V, de erre most meg kéne vennünk a licenszet 80 ezerért. Az meg elég drága, szóval... PC-re kiadjuk. PC lesz most a mi tökéletes platformunk, és PGT Engine-nál továbbra is fogunk szépen dolgozni. Viszont várjatok már. Igen, ez oké, okay, de azt izélem, hogy oké, okay, hogy akció, rendben. Oké, okay, hogy skifi. Igen, itt van. Akciójátékok, igen, PC-re jók. Csak hogy célközönség, főleg a felnőttek használják a PC-t. Akkor lehet, hogy ezt most én egy felnőtt játéknak fogom csinálni, srácok. Jó, ez egy felnőtt játék lesz. Skifi akció. Jó, ez egy felnőtt játék lesz. Kellett egy kicsikét itt izélni, hogy mi mire jó, de majd ezt is elmagyarázom nektek, szépen ezt elosszuk. És hamarosan én szerintem, hogyha ezt a játékot kiadjuk, én megcsinálom a következő engine-emet. Mondjuk még ott volt egy kutatásos dolog, amit még ki lehet kutatni. Azt meg azért meg akarom csinálni, mesterséges intelligencia fontos, párbeszédek nem. Pályadizájn egy kicsit, nagyszerű. Ezt is akkor szépen kikutatjuk gyorsan. Abban nagyon érdekel engem, hogy nem tudom, tetszeni fog nektek ez a játék, mert amúgy én nagyon szeretem az ilyen kis időelőlős játékokat, mert most ebbe igazából tökre bele lehet magadat élni, hogyha úgymond egy bizonyos szinten ezt így csinálod. Főleg úgy, hogy így unatkozik az ember, feljön, megnézi, megcsinálja, stb. Na! És az első érdekes dolog, ami most történik, sajtói megkeresés.
Igen, lehet a sajtóval beszélni, és ugye hát ezzel felhájpolni a te játékodat. És hát minél felhájpoltabb egy játék, annál többen fogják majd megvenni, és annál több emberhez eljut, hogy van-e egyáltalán egy ilyen játék, szóval mindig érdemes interjút adni, ez lényeg. Köszönöm, hogy szakított rám időt, rendben, és ilyenkor kérdez tőlünk, az internet jövő héten fogják megizélni, rendben van. Addig szépen fejlesztünk tovább a játékunkat. Így is van, ipari, interjú szerint a cég első fenyét játékosok megcélzó játékban dolgozik. Dani a PGT tulajdonosa, hú, de király. A PGT tulajdonosa és vezérigazgatója a következőket mondta. Úgy hiszük, a játékosok felnőttesebb tartalmat keresnek a játékokban, és hajlandóak vagyunk meghozni ezt a kockázatos lépést az érdekükben. Hát lehet, hogy nem pont ezt mondtam volna, hanem csak, hogy ezt mondták a százalékok, hogy érdemes a akciójátékokat felnőtt platformra csinálni, de mindegy, vagy felnőtt embereknek csinálni, de mindegy. Számos ipari szakértő szerint előbb vagy utóbb a felnőtt témai játékok válnak gyakoribbá. Kíváncsian várjuk, miket reagál majd a piac ezekre a játékokra, hát én is kíváncsi vagyok. És ilyenkor lehet látni, hogy az izgatottság 8-as szinten van. Jaj, Man Invento bejelentette, hogy egy új hordozható játékeszközön, és lesz még egy, a Gamling játék platform is hamarosan megjelenik. Királyság, rendben van. Igen, király. Na, és az izgatottsági szint 9-es szinten van, ami azt jelenti, hogy ezt már többen fogják venni, mint az előző játékainkat elvileg. Ki is adjuk gyorsan játékot, és ezzel rekordokat is döntöttünk, vagyis itt a technológia szinten. És hát nem nagyon léptem szintet, de az eléggé sok XP-t is kaptam. Na, adjuk ki a játékot, és nézzük meg, hogy mit gondolnak erről a csodás játékunkról. Az első játék értékelésre megjöttek, ez magas lesz, srácok, 9-es. Legyen egy 10-es, ez 10-es, srácok, ez 10-es, ott van, egy mestermű, köszönöm szépen. Hát igen, nagyszerű mestermű, nagyszerű játék, köszönöm, hát tudom, és ez is egy 10-es, mindenki imádja. De jó ezt látni, srácok, azt a rohadt. És ki is adjuk szépen. És az első napon, vagyis az első héten eladtunk 85 000 darabot. Olyan szép látvány, 85 000. A Skiffy Action játék eladás rekordot döntött 50 000 eladott példánnyal. Ez egy fontos mérföldkő a PGT történelmében. Így is van. Köszönöm szépen, és elértük a 100 000 eladott darabot. A Skiffy 100 000, mi az? Na, előről, srácok, most normálisan fogok olvasni, én általában úgy olvasok, hogy gyors végighaladok rajta, de most direkt úgy olvasom, hogy nektek is felolvassam. A Skiffy Action játék eladás rekordot döntött 100 000 adott példánnyal. Ez egy fontos mérföldkő a PGT történelmében. Köszönöm szépen. Új iroda? Lóan, mehetünk új irodába. Rotolunk szép kis nevet szereztél magadnak. Jó, megyünk új irodába, srácok, és 1 000 000 dollárunk van. Nem is figyeltem. Milyen sok pénz adott már ez. Megyünk az új irodába. Ez az. És itt van a falon, hogy PGT, olyan szép. Üdvözlünk az új irodában most, hogy egy nagyobb iroda áll a rendelkezésedre, alkalmazottakat bérelhetsz fel, és megalapozhatsz egy világszínvonalú fejlesztő csapatot, és még jobb játékokat készíthetsz. Hát köszönöm szépen, srácok! Szerintem a következő videóban fel is fogunk venni, és megjelentem ugye a Gamling. A következő videóban szerintem, hogy fel is fogunk ide majd venni valakit. De addig, srácok, én elbúcsúzok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogyha szeretnétek folytatást, akkor ugye hát lájkoljátok a videót, és próbáljátok meg megosztani, és a haverotoknak is megmutatni a videókat, mert igazából én ezt általában a megtekintés számra szoktam nézni, hogy mennyien nézik ezt a videót, mert hogyha sokan nézik, akkor érdemes folytatni, hogyha nem sok embert nézi, akkor ugye hát valószínűleg logikusan nem sok embert érdekel ez a tartalom, szóval ja. Ha tetszik, akkor like és megtekintés szám alapján szoktam, vagyis fogom ugye eldönteni, hogy folytassam-e vagy nem. Nos, srácok, én Dani voltam, és köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Megint le kell állítani, Istenem, sziasztok!